Portár József kínálja az első állomásnál az érkezőket, megalapozva a jó hangulatot és persze egy kis belső fűtést generálva a reggeli hidegben. A túrázók 10-15 fős csoportokban a faluháztól indultak, a regisztráció után Dunakömlöd gyöngyszemeit, természeti szépségeit, kitűnő borait bemutató 8,5 kilométeres gyalogtúrára. A nap folyamán 6 pontot érintettek, hegyen, völgyön, hegygerincen haladva. Az útjuk a második pont felé, hosszú lépcsősoron a templomhoz vezetett fel, ahol Fit Szabolcs lelkipásztor várta őket. A templom az puritán, ugye itt egy olyan közösség létezett, ami nem volt gazdag. Tehát például a mözsi plébános az gazdagabb volt, mint a kalocsai érsek a földterületet tekintve. Itt nem voltak földek. Tehát itt egy nagyon szegény, úgymond a többihez képest egy szegény egyházközség él és működik. A plébánia méretéből is látszik, hogy nem nagyot álmodtak, hanem egy élhetőt akartak létrehozni. A falakon is látszik, nincsenek freskóink. Ma már azt mondjuk, hogy talán jobb is így, mert nem tudnánk őket restaurálni. És Szent Imre herceg tiszteletére építették fel ezt a templomot, amely templom már a második temploma a közösségnek. Állt itt egy templom, ami a történelmi viharában eltűnt, és aztán a betelepülő német lakosság építi fel ezt a másodikat, Szent Imre tiszteletére, mint az előbb mondtam. Ez kötelező is volt, mert az első templomot is Szent Imre tiszteletére szentelték. Római katolikus közösségről beszélünk. Egy nagyon kicsi közösség él itt a faluban, tehát a vasárnapi templomba járók száma az sajnos ugyanúgy, ahogy a többi településen is Magyarországon vagy Európában, kicsi vagy kevés, egy 40-50 ember látogatja rendszeresen a vasárnapi szentmiséket. Ezen kívül természetesen a plébánián más programok is futnak, hogyha szabad így fogalmaznom. Van az egyházközségen belül édesanyák közössége, a Szent Mónika közösség, van a családcsoportunk, amely hónaponta, egy hónaponta egyszer összejön, és aztán az év folyamán számtól mindent szoktunk szervezni, például adventi udvart szervezünk a Borbarát klubbal együtt, és más civil szervezetekkel, hittantáborokat szervezünk, zarándoklatokat. A dunakömlődi Borbarát kör az ötletgazdája a rendezvénynek, mely nyár elején nagy sikert aratott. Ezen felbuzdulva szervezték meg a második lusszóniumi fröccstúrát a szüret befejeztének idejére. A legfontosabb célunk az talán, hogy a társadalmi aktivitást egy kicsit fölébresszük itt a faluba, illetve, hogy a jelenlévőkkel, a túrázókkal megismertessük Kömlöd természeti adottságait, szépségeit. Gyönyörű pontjai vannak Kömlődnek, amit nagyon sokan nem is ismernek, nem tudnak. Ezeket szeretnénk megmutatni, illetve hát nem utolsó sorban a dunakömlődi halászli, illetve a dunakömlődi jó boroknak a bemutatása is célunk. Közel 100-an tették meg a több mint 8 kilométeres túrát, mely a Sánchegy gerincén keresztül haladva érintette az országos hírű dunakömlődi sípályát, a Dunakanyart és a Lusszóniumot. Ez nagyjából egy 8,5 kilométer hosszú túra, 6 fröccsponttal, és a hetedik pontunk az pedig már a Présás soron egy pincébe, egy pinca teraszán egy nagyon jó ebéd, ahol 3 bográcsba föl a halászlé, illetve a negyedik az pedig egy jó dunakömlődi vegyes pince pörkölt lesz. A sípálya talán a túránknak a legnehezebb része. Ez egy kicsit, lehet, hogy kihívás, lehet, hogy egy kicsit nehéz, de úgy gondolom, hogy a kellő motivációval mindenki meg tud birkózni. Aztán a harmadik fröccspontunk az talán a kömlődi dombság legmagasabb részén található, gyönyörű panorámával rendelkezik, illetve ugyanez elmondható a negyedik fröccspontunkról is, ahol a Dunakanyar tekinthető meg. Talán sehonnan nem csodálható meg úgy a Dunakanyar, mint a negyedik fröccspontunkról, az alsó-felső szegmense gyönyörűen látható. Az ötödik fröccspontunk az a Lusszónium előtt helyezkedik el, a hatodik fröccspontunk az a Lusszónium. Ugye a Lusszónium romjait is megmutatjuk, nem csak a kilátó vár részét, és a Lusszóniumról vonulnak le a túrázók a teraszra. Itt lesz a jó ebéd, illetve a jó fröccsök fogadják az ide érkező túrázókat. Veres Ruca Veres Egyházról érkezett. Rokonlátogatáson volt éppen az atomvárosban, így csöppent a rendezvényre. Bár szeret túrázni, de teljesen új terep volt számára a kömlődi táj. A nagymamám paksi, és az egész családunk itt él, a nagynéném is,
És hát nagyon jó volt, mi voltunk tavaly a Heimann túrán, ez volt a második ilyen bortúránk, de ez sokkal jobb volt, itt a fröccspont volt, ez nagyon jó volt. Meg rövidebb volt a táv, szerintem ez sokkal teljesíthetőbb volt, a kicsiknek is, ez nagyon, nagyon tetszett nekünk. A táj szerintem az gyönyörű volt. Sok hely volt, ahol így igazából meg lehetett több időre állni, a kilátás az gyönyörű volt, bár a Duna most egy kicsit leapadt. Mi nagyon sokat túráztunk a szüleimmel, amikor kicsi voltam. Pesten ugye nagyon sok ilyen hely van, a Hármas Határhegy, vagy akár a János kilátó. Sokat szoktunk túrázni, de Pakson is, amikor jöttem, a nagynénék mindig elvittek engem mindenhova, szóval ez elég közel áll hozzám. Itt épp egy jó hangulatú csoport érkezik a túra utolsó állomásához, a Lusszóniumhoz. A Lusszónium után a Présház sor őszi lugasos teraszán várták már a megéhezett túrázókat finom ebéddel. Három bográcsban rotyogott a hal és a vegyes pörkölt. Jól esett mindenkinek a meleg étel, hamarosan előkerült a gitár is, és jó hangulatban nótázva telt a délután is.